Miklósa Erika, Kossuth Díjas művészt az opera színpadokról ismerik a klasszikus zenerajongói. Ám az énekesnő keresi az új dolgokat, ezért is szeretné, ha kitérőt tenni a jazz világába. Fekete Kovács Kornéllal még 2010-ben találkozott egy shanghai turnén, amikor egy dalt adtak elő közösen, és már akkor elhatározták, hogy fognak együtt dolgozni. Sokan tudják, hogy szeretek más műfajokkal fuzionálni, de azt nem, hogy azt hogy csinálom. És talán ez egy jó alkalom, hogy barátaimmal, hiszen itt szinte minden zenészt egytől egyik ismerek már nagyon régóta, vagy klasszikus zenei műfajból, vagy egyéb okokból kifolyólag, szóval annyira jó, amikor az ember tényleg örömzenélésben vehet részt. Tehát egy ilyen zenei támogatásban van része, mint ahogy nekem a Modern Art Orchestra részéről. Tehát nekünk ez egy különleges ünnep mindig, hogyha együtt tudunk működni. A Másképp című koncerten a világhírű művész a szívéhez legközelebb álló dalokból válogatott. A műsorban a Liszt Ferenc díjas Fekete Kovács Kornél a saját szerzeményeit és átiratait is bemutatta a zenekarral. A közös együttműködés eredménye egy CD válogatás is. Ezt annak idején Erikával összedugtuk a fejünket, és ő is ajánlott abból a repertoárból, amit ő egyébként az opera színpadokon is énekel, illetve engem kért meg arra, hogy a könnyű zenei színpadok repertoárjáról ajánljak én olyan darabokat, amelyek alkalmasak lehetnek az ilyenfajta koprodukcióra. A koncerten a Rózsakert szabadtéri színpad közönsége igazi zenei csemegéket hallhatott. Ismert és különleges zeneműveket Bernsteintől Cole Porterig, Rossinitől Gershwinig.